Sziasztok, ez itt a Greencut is DIY, és folytatjuk a sorozatunkat, hogyan működik és mi romolhat el benne címmel. Ma egy hajszárítót fogunk megpróbálni javítani. Itt a készülék, van rá némi panasz, de ezt majd később megbeszéljük, hogy mi is volt ez. Elsőként tekintsük át a vázlatos rajzát, hogy vajon egy hajszárító hogyan is működhet, és hol keresgélhetünk benne problémákat. Nagyjából így néz ki egy hajszárító, vázlatosan felrajzolva. Az első és legfontosabb alkatrésze egy villanymotor, ami levegőáramlást generál egy egyszerű csőben. Ebben a hiba ott lehet, hogy maga a motor nem forog, vagy nem kellő sebességgel, vagy bármi egyéb gondja lehet. Van előtte egy fűtőszál, ami fölmelegíti a levegőt, és ezáltal szárítja a hajat. Mindkét elem, tehát akár a fűtőszál, akár a motor, szabályozható, tehát általában több fokozatban kapcsolgatható, ami azt jelenti, hogy egyre melegebb a fűtőszálunk, vagy egyre gyorsabban forog a motor, ez általában szabályozható. Itt is két kapcsolót látunk, és ugyanezt a funkciót látja el ez a két kapcsoló. Na most magában a készülékben ott lehet hiba, hogy nem fúj meleg levegőt, vagy egyszerűen nem megy a motorja. Nagyjából ezzel körbe is írtuk, esetleg még a bekötő vezeték, ami ellátja az egészet árammal, az lehet hibás, ha el sem indul. De mint tudjuk, ezeket a készülékeket semmilyen szerviz nem igazán vállalja, így aztán ránk hárult a feladat, másszunk egy kicsit bele, és nézzük meg, hogy mi a helyzet a készülékkel. Van itt nekünk ez a hajszárítónk, ezt azzal a panasszal tették kívül az ajtón, hogy igen rémisztő hangja van neki, csináljunk egy tesztet. Hát ennek nem rémisztő hangja van, ez meg sem mozdul. Kicsit olyan ennyi búgós hangja van neki. Valami csörög benne. Valami csörög. Aha. Hát igen. No. Hát akkor járjuk utána, hogy mi lehet-e. Egészen biztosan a motor környékén vannak problémák. Mint ezt tudjuk, bármilyen készüléket is szervizeljünk, először is húzzuk ki a konnektorból, tehát mindenképpen árammentesítsük a készüléket, és csak akkor szedhetjük szét. Miután a mi készülékünk némi rázásra elindult és csinált valamit, ezért gyaníthatjuk, hogy valami ott beleakadt, szét kell, hogy szedjük. Sajnos nem olyan egyszerű ezeket a készülékeket szétszedni sem, igen speciális csavarok vannak benne, és szükségünk van egy ilyen mindentudó csavarhúzó készletre, amelyben olyan csavarhúzók is vannak, ahol semmi másra nem való, csak ehhez a készülékhez. És ha megnézzük, ebben is található két csavar, és bizony elég speciális csavarhúzó kell hozzá, de megpróbáljuk kiszedni, vagy először is nézzük meg, hiszen a ventilátor általában hozzáférhető, így hátulról, ennek is lejön a vége, pont azért, hogy a hajakat megszűrje. Itt egy szita található benne, és ez alatt lesz a ventilátor, hát ha már látunk is valamit rögtön. Íme a védőháló. Ez fogja fel a különböző szennyeződéseket, és fogott is föl rendesen. És ez alatt van a ventilátor, ami nem férhető hozzá, tehát ezt mégiscsak szét kell csavarozni. Egy ilyen csavarhúzó való hozzá, ezzel tudjuk kiszedni a csavart, remélhetőleg ki is jön. Alkalmasnak alkalmas kéne, hogy legyen rá, tegyünk egy próbát. Nos, a két csavar kivétele után megpróbáljuk a készüléket szétfeszíteni. Hát az első kapásból eltörött, úgyhogy már csak annyit tudunk, hogy megnézni a belsejét. Mert szétjönni nagyon szépen szétjön, de elrepett. Ez sajnos hőterhelést kap, ugye, és így járt. És íme a ventilátor, és most már látjuk, hogy miért volt zajos. Hiányzik az egyik lapátja. Nos, amint láthatjuk, ugye hiányzik egy ventilátor, lapátunk, ilyen ventilátort szerintem a világon nem igen lehet kapni, úgyhogy ennek már csak a szentelt is segít, de ha már így van, akkor tekintsük át, hogy mi minden van is akkor ebbe a készülékbe, és ez a rajzunkkal hogyan egyezik. Van nekünk egy kapcsolónk, ami a bejövő áramot szabályozza.
van nekünk egy motorunk, amin van egy ventilátor, ez a csőben fújja a levegőt, és itt található az elejében az a fűtőszál, ami végzi a fűtést. Ez egyébként kicsit zajosan, de teszi a dolgát, hiszen még egy lapát nélkül azért működik a ventilátor. Ami megakadályozta, hogy ez tartósan működjön, az az, hogy az egyik lapát az itt van benne, így hallik is, azt ki kell pecáznunk, mert az sem jó, ha a fűtőszálra akad, mert akkor rá fog olvadni, és az sem jó, ha a motor találja meg, mert akkor az meg kitörje a többi lapátot. Tehát ez így ebben a formában mondjuk azt, hogy javíthatatlan. Viszont van nekünk egy másik hajszárítónk, amely sem formájában, sem gyártmányában nem hasonlít a miénkre, szétszedni sem tudtuk, de egy kis erőszakos szétszedés után megnézzük, hát ha a ventilátor lapát pont átrakható. Szétszedtük a donor készüléket, de ez szemléletesebben mutatja, amit az előzőekben mutattunk. Íme a fűtőrész, ezen kerül a hideg levegő átfújásra, ez fogja a hajat szárítani, és itt van egy picike kis motor, amely forgatja ezt a ventilátort. Nagyon hasonlít a mi ventilátorunkra, hát ha jó lesz, megpróbálom levenni. Nem kevés bontással sikerült megszereznünk a ventilátort. Ventilátor beletéve, hátulja rápattintva, megy vissza a megtisztított szűrő és a hátsó védő. Most bárki fogadásokat kötött volna, hogy ezt úgysem sikerül megjavítani, bizony a közel nem hasonló, egészen más márkát képviselő hajszárító, ventilátor tengelymérete ugyanakkora, mint ennek a tengelymérete. Hát némi összhangot vélek felfedezni a háttérben. Leszedtük, nem kis munkával, és beleépítettük, és működik. Bár, igaz, ami igaz, csak fordítva tudtam rátenni, az eredeti állásában nem, mert ez a motor sokkal jobban kiáll ebből a részből, és a mi ventilátorunk pedig viszonylag lapos volt, de fordítva rátéve is működik, bármi meglepő, úgyhogy van egy jó hajszárítónk. Ennyi volt mára, ezt szerettük volna mutatni. Bármilyen kérdés van, kommentben tegyétek fel, szívesen válaszolunk. Ne feledkezzetek el feliratkozni a csatornánkra, és megnyomni a csengőnyomógombot, mert csak akkor értesültök, hogy van új videónk. Sziasztok!